A Kodály Zoltán általános iskola új igazgatója, a régi új igazgatója, Jogodics István a vendégünk. Szeretettel köszöntöm, és engedje meg, hogy a nézők nevében gratuláljunk a kinevezéshez. Köszönöm szépen. Itt is az az eset fordult elő, hogy folytonosság van az igazgatói poszton, ami feltételezem azt, hogy az intézménynek a működését a továbbiakban még jobban javítja, vagy legalábbis szinten tartja. Hát remélem. Engem már 26 év köt a Kodály Zoltán általános iskolához. 1986-ban kerültem ide, még fiatal pedagógusként, de már igazgatóhelyettesként, és 21 évet igazgatóhelyettesként szolgáltam, úgymond ebben az intézményben. Hát 2007-től 4 évig tagiskola vezetőnek neveztek ki, még most 2011-ben pedig a képviselőtestülettől 5 évre kaptam megbízást a Kodály Zoltán iskola élére. Tehát ha ezt nézzük, hogy 26 év, remélem, hogy a folytonosság a munkában is biztosított lesz ebben az intézményben. Ez segítség, vagy pedig inkább nehézség? Én úgy gondolom, hogy segítség. Mikor a tantestület is véleményt nyilvánított, a diákközösség, illetve a szülők közössége, mindannyian 100%-ban megbíztak bennem, és ők is úgy döntöttek véleményükkel, hogy én vigyem tovább a munkát a Kodály Zoltán iskolában. Ez a bizalom, ez nekem egy nagy segítséget, egy erőt, egy lökést ad a további munkához. Feltételezem akkor, hogy a pedagógiai program is ugyanúgy folytatódik tovább, tehát a zsolnai módszer és minden, amiben belekezdtek régebben. Igen. Intézményünk 1988 óta a zsolnai tanár úr nevével filmjezett, értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiát műveli. Én zsolnai tanár urat a tanító mesteremnek tekintem, és mivel idén sajnos eltávozott közülünk, tanár úr elhunyt, ezért ezt a pedagógiát kötelességemnek is érzem, hogy továbbra is vigyük az iskolába. És ezt így érzik a kollégáim is, akik már nem is tudnának másképp dolgozni, csak ez alapján, a pedagógia alapján. Mit mondanak a szülők, és mit mondanak a diákok erről a módszerről? Tehát mennyire vált ez be? Milyen visszaigazolásaik vannak? Hát egy iskola munkájának legjobb fokmérője, hogy az intézményben hányan járnak. Itt ebben a kisvárosban jelenleg 406-an választották a Kodály Zoltán általános iskolát, diákok, illetve szüleik. Tehát ebből a számból is adódik és látható, hogy mind a városban, mind a térségben is, mert van 60 bejáró tanuló, tehát a térségben is megbíznak a Kodály Zoltán általános iskolában, az ott folyó oktató-nevelő munkában. Az, hogy énekzene tagozatos az iskola, az mennyire segíti az önök munkáját, hiszen nagyon sok városi rendezvényen, kulturális programon látjuk ennek az eredményét. Igen. Hát az emelt szintű énekzene oktatásunk is régmúltra tekint vissza. Még a zsolnai program bevezetése előtt 1987-ben döntöttünk úgy, hogy emelt szintű énekzenét fogunk itt művelni a Kodály Zoltán iskolában. És nyugodtan mondhatom, hogy úgy, mint a zsolnai pedagógia, az emelt szintű énekzene oktatás is bevált. Tehát a zsolnai módszer mellett a másik vonzerő a Kodályban az emelt szintű énekzene, amelynek eredményét láthatják a hatvanyak és különböző városi rendezvényeken tudják tudásukat az énekzenében tehetséges tanulók megmutatni. Ugye azt mindannyian tudják a nézők is már az előző beszélgetésekből és híradásainkból, hogy az intézmények most visszakapták az önállóságukat, a gazdasági és szakmai értelemben is. Ez mennyire viszi előre önöket, akár szakmailag, akár gazdaságilag? Mennyivel változik most az intézmény vezetésének a munkája? Nehezedik-e? Rendkívül fontos volt, hogy újra érezzük az identitástudatunkat. Egy összevont intézményben csak egy tagiskola voltunk. Most mi vagyunk 60-ban a Kodály Zoltán általános iskola. Ezt minden kollégám egyértelműen akarta, szerette volna, hogy ez az önállóság újra működjön. A képviselőtestület jelenleg úgy döntött, hogy ezt vissza is kapjuk, és mi ezzel a lehetőséggel, én is, a tantestület is szeretnénk élni. Szakmailag valamilyen szinten az elmúlt időben is önállóak voltunk, tehát a zsolnai program meg az emelt szintű énekzenei iskola működött, de gazdaságilag viszont egybe tartozott a 4 óvoda és a 3 iskola. Most önállóak vagyunk, én döntök, mi döntünk arra, hogy a költségvetést mire használjuk, mire költjük el, az iskolát hogyan fejlesztjük. Az egy nagy felelősség, és ezzel a felelősséggel élni kell is.
Észrevesznek egyébként ebből valamit a szülők vagy a diákok, hogy most önállóan gazdálkodnak? Hát ezt mi csak most kezdtük el majd, tehát úgymond szeptember 1-én mai nappal ezt a gazdálkodást, vagyis inkább július 1-ével, mert a nyár folyamán már olyan felújításokat tudtunk végezni, illetve olyan beruházást sikerült megvalósítani 60 városban, amely az iskolánkat szolgálja. Kaptunk 9 darab interaktív táblát, hozzátartozó 9 darab netbookkal, valamint 29 darab számítógépet monitorral, ami egy nagyon komoly informatikai fejlesztésnek számít itt a városban. Ugye ezek azok a berendezések, amiket az Európai Uniós pályázaton nyert a város, és igen. Erre mondta a polgármester úr az átadójában, hogy szeretném, hogyha a gyerekek megőriznék azt a fajta gyakorlatiasságot is, ami nem feltétlenül a virtuális térhez kötődik. Igen, ezt nagyon jól mondta a polgármester úr, és mi is erre törekszünk. Ugyanakkor a szülők tanács, a diák önkormányzat, illetve az alapítványunk segítségével többfajta felújítási munkát is tudtunk végrehajtani a nyáron, ami szintén az iskola környezet kultúráját viszi előbbre. Rengeteg festésmázolás történt a nyár folyamán. Tehát akkor majdnem mondhatjuk azt, hogy szinte új környezetbe tértek vissza. Igen, a régi úgy diákok. Vették észre a szülők is most reggel, mert ma reggel volt a tanítő ünnepünk, és ezt mondták. Nagy is. Létszámmal indítottak első osztályt, én úgy tudom. Mi az oka, ami ennyire vonzza az elsőseket, és hát leginkább nyilván a szüleiket ebben az időben, hogy oda vigyék a gyerekeket az önök iskolájába? 55 első osztályosunk van, tehát 2 magas létszámú első osztályt tudtunk valahogy indítani. Én úgy érzem, hogy az iskola légköre, amilyen légkör az iskolában, ami a zsolnai módszernek köszönhető, és a pedagógusoknak, akik ebben az iskolában tanítanak. Ez a kettő így együtt, és a program, ami bevonza a gyerekeket és a szüleiket a Kodály Zoltán iskolába. Hagyományosan a nyílt tanítási napjainkon már magas a létszám, 70-80 fő érdeklődik, akkor már biztosak vagyunk, hogy ebből a 70-80 főből egy 50 körüli gyereklétszám össze fog jönni, ami garantálja a 2 első osztály indulását. Milyen fejlesztéseket terveztek be akár a pedagógiában, akár pedig technikában az idei tanévre? A technikáról már az előbb beszéltem, és nagyon fontos a pedagógiai innováció is, amit erre a tanévre terveztünk. Itt 3 területet említenék, mégpedig az alapfokú művészeti oktatás bevezetését, ez a 2012-13-as tanévtől, most erre elő kell készülni, azon kívül a tehetségponttá válást, valamint az ökoiskola címelnyerését. Az innovációk tekintetében még beszélnünk el a művészeti alapoktatásról. Azt gondolom, hogy ezt így első hallásra nem rögtön tudják a nézők, hogy ez mi mindent fog magában foglalni. Az alapfokú művészetoktatás a 60 város általános iskoláinál még hiány terület, ezt igyekszik pótolni a Kodály Zoltán általános iskola. Mivel a zsolnai programban kiemelt szerep jut a művészeti nevelésnek, ezt szeretnénk átültetni a délutáni időszakban is, és az alapú művészetoktatást szeretnénk bevezetni 2 tanszakkal, a képzőművészet, illetve a tánc tanszakkal. Ezt 3 területet célozna meg itt a városban, a Kodály Zoltán iskola jelenlegi tanulóit, más iskolák tanulóit, illetve a leendő első osztályosokat. Tehát fontos területe a városnak, az intézménynek, hogy ez működjön és jól működjön, még egyszer úgynevezett hiánypótlásként. Hát ezekről egy picit részletesebben beszéljünk, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy ökoiskola, mit jelent az, hogy tehetségpont, bár nyilván a zsolnai programhoz tudják kapcsolni a nézők. Hát akkor kezdenem az utóbbi, a legutolsó, az ökoiskolával. Mint tudjuk, az ember egyszerre társadalmi és biológiai lény is. Mint biológiai lény a természetnek a része, és mint társadalmi lény pedig a saját szükséglete alapján próbálja a természetet átalakítani. Ugye ez a civilizációnak a sajátossága. Na most ez az átalakítás sajnos úgy történt, hogy ezt mindenki tudja, az utóbbi időben létrejött egy globális ökológiai válság. Ezt a problémát meg kell oldani, és a felnövekvő nemzedéknek az lesz a feladata, hogy megelőzze azokat a problémákat, amelyek most jelentkeztek, és nagyon fontos a fenntartható fejlődés, hogy a Föld, mint bolygó, a következő évszázadban, évezredben is élhető legyen. Hogyan fog ez megjelenni a mindennapokban az iskolában? 3 kulcs momentum van. A felelősségtudat, illetve a környezettudatosság és az ehhez kapcsolódó egyéb dolgok. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos általános iskolától,
hogy nem csak a tanórai tevékenységekben, hanem az iskolai élet minden szegmensében jelentkeznie kell a környezet tudatos magatartásnak. Így például egy étkezésnél, egy táborozásnál, vagy egy iskolai kirándulásnál is. Ökoiskolai címet azok az oktatási nevelési intézmények kaphatnak, akik rendszerszerűen, tudatosan és intézményesítetten foglalkoznak a környezeti neveléssel az intézményben. Mi ezt így tesszük, például az iskolai munkatervnek a része most már egy ökoiskolai munkaterv, amiben meghatározzuk azokat a feladatokat, amelyekkel szebbé tehetjük, élhetőbbé tehetjük az intézményünket, illetve a környezetünket. Gondolom, hogy ez ilyen játékos formában történik, hogy azért a gyerekek ezt játékos formában szeressék meg, ezt a fajta tudatosságot. Igen, igen. Tehát a mai világ ugye nem könnyű a környezettudatos magatartást kialakítani, mikor maguk körülött a városban, az országban azt tapasztalják, hogy sajnos tényleg környezeti válság van. Ehhez segítjük őket hozzá, hogy felnőtt korukban is úgy éljenek, ahogy, amit az előbb mondtam, élhető legyen a Föld, és valóban ennek két lehetősége van, tanórán, illetve játékosan tanórán kívül. Ugye muszáj arról beszélnünk, hogy a tehetségpont az konkrétan mit jelent, igen, amikor erről beszélünk ennél az iskolánál? A Kodály Zoltán általános iskolában már több év óta, évtizedek óta nagyon fontos elem a tehetséggondozás. Zsolnai tanár úr mondta azt annak idején, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, aki belép az iskolába. A mi feladatunk az pedagógusoké, hogy megtaláljuk bennük a tehetséget, és a gyereknek azt az oldalát fejlesszük, és abba juttassuk el a képességei csúcsára, juttassuk őket sikerélményhez. A tehetségfejlesztés számos területe működik intézményünkben, számtalan megyei, regionális és országos tanulmányi versenyeredményünk van. Említenék egy legutóbbi példát. Egy tanulónk, aki tavaly végzett, és a tudományos diákköri munkában is részt vett az általános iskolában, országos döntős volt és első volt, ő a múlt héten az élet és tudományban egy háromoldalas cikket publikált. 15 évesen, ami nagyon nagy dolog. De ezen kívül a társadalomtudomány és a természettudományok egyéb területén is felfedezhető a tehetséggondozó munka, a kiváló tehetséggondozó eredmények. Ehhez két dolog kell. Kell a gyerek, aki tehetséges valamiben, és kell egy olyan tantestület, aki elhivatott a tehetséggondozás iránt, tapasztalatokkal rendelkezik, és a Kodály Zoltán tantestülete egy ilyen tantestület. A Magyar Géniusz Projektiroda, illetve a Magyar Tehetségsegítő Tanács július 20-án az eredményeink ismeretében tehetségponttá regisztrált bennünket. Ez a tehetségpont, ez egy hálózatos rendszer, egy országos hálózatos rendszer, akik egymással tartják a kapcsolatot, egymástól tanulnak, a jó gyakorlatot mi átvesszük tőlük, ők pedig tőlünk. Itt ebben az egészben egy a lényeg, a gyerek. Az a gyerek, akinek megadunk mindent, hogy felismerje a tehetségét, illetve ezt a tehetségét tovább tudja fejleszteni intézményi keretek között. Ehhez kellenek a szülők, kell a tágabb környezet is természetesen. Hát én személy szerint nagyon örülök annak, hogy itt 60-ban minden általános iskola megtalálja azt a profilt, amire igény van, és jól megférnek egymás mellett. Az idei tanévhez nagyon sok sikert kívánunk Önöknek, és hát ott leszünk minden jeles eseményen, ami az iskolában történik. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a beszélgetést.